Én úgy látom, hogy mindkét mindkétféle arra törekszik, hogy ne legyen kompromisszum. Ugyanezt tapasztaljuk a nagyobbak részéről is, a nagyobbaknál én az amerikaiakat értem, illetve a nyugatot, mert itt tulajdonképpen nem ukrán és orosz háborúról van szó, hanem mondjuk az, hogy a nyugat és oroszország, illetve oroszországhoz csatlakozó egyéb országok háborújáról. Rendkívüli mélységű roncsolást látunk mindkét ország társadalmi-gazdasági struktúrájában, semmifajta pacifizmussal uh, nem uh, vagyok vádolható, de, de a tökéletes értelmetlensége a háborúnak kiderült. Tehát, tehát ugye a 21. században Európában ilyen előfordulhat. Ez, ez egészen elképesztő, és mégis előfordul, mert az emberi természet és a hatalmi természet ezt hozza. Most egyértelműen látható, hogy mind Ukrajna, mind Oroszország egy nagyon hosszú távú háborús berendezkedéssel kezd beállni. Ez egy orosz részről egyértelműen háború, amerikai részről proxi háború. Tehát ahhoz, hogy, hogy ez valamikor véget érjen, ahhoz, ahhoz, figyelembe kell venni, hogy a felek, tehát én itt három oldalt mondok, milyen közel állnak a, az eredetileg kitűzött céljaikhoz. Most még nagyon messze állnak minden, áll mindegyik oldal. Ukrajnára visszatérve, Ukrajna sajnos nem csak terep, tehát eszköze, ennek a, ennek a harcnak, hanem már most kijelenthetően a, a legnagyobb áldozata és legnagyobb vesztese is. Azok a megállapodások, amelyek a hidegháború alatt születtek, viszont látásra el lehet felejteni. Tehát most már nincs fegyverzetcsökkentés, csökkentés, atomfegyverek kérdésében is szabad rablás lehet folytatni. Mind a két fél amerikai meg az oroszról beszélnek, fölmondta. Tehát ez már egy felelősség. Ezen kívül nagyon fontos megegyezni, hogy ez a háború nem két, két évvel ezelőtt kezdődött ugye volt valami krim elfoglalásom, mint ha emlékeznénk rá, igaz? Volt, volt a különböző uh, orosz területek elleni uh, támadás. Tehát ezek mind fokozták a hangulatot, ami végül is oda vezetett, hogy azt mondta Putyin, no, hogy most állj meg. És ebben benne van az, amit mi csináltunk, nyugatiak, az, hogy megerősítettük a nato -t. Közvetlen az orosz határon. Na most, amikor azt mondtuk, hogy Ukrajnát felveszik a nato hogy meghívjuk, vagy belengedjük, hogy esetleg lehetnek tagok, vagy azt mondjuk Grúziára, hogy lehet NATO-tag, vagy Georgiára, vagy azt mondjuk Moldavára, hogy lehet NATO-tag, ezt Oroszország nem fogja elfogadni. A büdös életben nem fogják ezt elfogadni. Meggyőződésem, hogy a Kreml vezetése már tudja, hogy óriási stratégiai hibát követett el 2022. február 24-én, hogy bement konkrétan bement Ukrajnába. Meggyőződésem, hogy már tudják, hogy jobb lett volna konfliktust a szürke zónában tartani. Nem akarom kimosni az ukrán felelősséget, de azért emlékezzünk vissza 2021-es Putyin tanulmányra, amikor tulajdonképpen rámozdult és kifejtette a ruszki mér, az orosz világ és az orosz élettér koncepcióját. Végső soron a felelős az, aki, aki meghozta a döntést, aki, akinek a sereg átlépte a vörös vonalat és, és bevonult egy másik ország területére, megszegve legalább három vagy négy nemzetközi szerződést. Orosz szempontból, orosz narratívából, az orosz vezetés narratívájából bármi, ami az orosz érdekkel ellentétesen történik, az az orosz Oroszországnak is ezt meg kell állítani. Miközben hát vannak Európában olyan országok, amelyek a történelmi Fejlődésük során igenis átélték ezt az orosz befolyás terjedést, átélték az orosz birodalmiságot, beleértve Magyarországot, a lengyeleket, a baltiakat, és számukra teljesen természetes módon a Szovjetunió összeomlása meghozta azt a lehetőséget, történelmi lehetőséget, hogy védelmet keressenek egy másik védelmi katonai szövetség részeként. Sajnos Ukrajna bal szerencsére ők ezt a döntést későn tudták meghozni. Szögezzük le mindenek előtt, hogy nemzetközi jogi értelemben agresszió történt. Ezt azt hiszem, senki nem vitatja. A politikai felelősség az sokkal megosztottabb. A NATO amennyiben védelmi szervezet, akkor semmi keresnivalója nincs az orosz határoknál. Ázsiában meg főképp nem. Amit az Egyesült Államok nem engedett meg Kubában annó, meg most sem enged meg a saját befolyási övezetében, azt a, akkor, amikor már Oroszország megtehette, Oroszország sem engedte meg. Nagyjából erről van szó. És ezt kellett volna felismerni, legalábbis az utolsó pillanatban Oroszország úgy érezte, nem akart ő háborút, tehát ilyen értelemben e, úgy fogalmazok, hogy belecsúszott. Vannak vitáspontok Brüsszellel, és Ukrajna ebben az esetben egyfajta magyar politika szempontjából, egyfajta túszként vesz részt ebben. Ugye Magyarország megszavazta eddig mind a 12 szankciós csomagot Oroszországgal szemben, Magyarország megszavazta Ukrajna EU tagságának az elindítását, és meg fogjuk szavazni holnap a az 50 milliárdos csomagot is ebben is biztos vagyok. De cserébe viszont kapni fogunk dolgokat. Azon azért lehet vitatkozni, hogy ez valóban mennyire magyar érdek. Nem szabad szóval elfelejtenünk, hogy Ukrajna tetszik vagy nem tetszik, szomszédunk most is, meg az is fog maradni. A miniszterelnök úrnak vannak bizonyos elképzelései, amelyek körülbelül az a hat éves durcás gyerek szintjén vannak, hogy majd én megmutatom. Na most nem biztos, hogy ennyi országnak neki lehet menni. Én szerintem nem a magyar érdek ez az egész, és úgy látom, hogy ebből mi csak szívunk. Tehát a szivatónak mi a másik végén vagyunk, mert nem fogjuk megkapni azt a támogatást sem politikailag, sem gazdaságilag, amit szeretnénk. Kinyírták az összes nyugatost a külügyből, az atlantistáknak a 113 át és ö, gyakorlatilag azóta látunk egy ilyen, egy ilyen ö, feszültséget a rendszerben. Ö, mindenki érzékeli, hogy itt valami nem stimmel. Itt van egy miniszterelnök, aki nem meri az ország arcába mondani, hogy milyen játszmát játszik. Nem számít az, hogy az oroszok bemennek 2022-ben, ő továbbra is tartja a kurzust. És, ahogy a professzor úr mondja, ebből előbb-utóbb crunch time lesz. Olyan ö, dimenzióba recsentek meg a dolgok a modern világban és a nyugatvilágban, ami szemmel láthatatlan. Ez pedig az ország. Elképesztő hitelvesztése a diplomáciában, a mélyállamokban, a politikai világban, már a közvéleményben is. Megkönném. Az ország újra modern világ ellen megy, mint ahogy az első és a második világháború előtt. A vitáink az Európai Unióval, a vitáink egy része arról szól, hogy, és nem csak magyar. Európai Uniós vitáról van itt szó, hogy másképp képzeljük el az Európai Unió jövőjét. Én úgy gondolom, hogy egy demokratikus közösségben ez természetes, hogy vitázunk. Ukrajna kérdése. Magyarország másképp gondolja. Nem mondta soha Magyarország, hogy Ukrajnát nem kell támogatni. Másképp kell támogatni. Nem fegyverekkel, mert ugyanazt gondolja a magyar kormány, amit én is, hogy ez a háború megnyerhetetlen. Ukrajna szempontjából. Tehát minél előbb le kéne zárni, akár területvesztés árán is. Itt folyik egy nagyon komoly politikai játszma. Ennek a, politika, ez a politika, ebben a politikai játszmában Ukrajna egy ütőkártya. Ugyanígy ütőkártya a, a svéd NATO-tagság is. Zelenszkinek az elgondolása az, hogy mindent vissza. Ez butaság, ez nem működik. Tehát, hogyha ezt megoldják, oldják meg az ukránok egyébként. Vagy, bocsánat, oldják meg az amerikaiak, akik lehet, hogy építenek fel valakit. Még ezt mi nem tudjuk. Ez lehet egy megoldás. De én ebből a háborúból való kimenetelt csak egyféleképpen tudom elképzelni kompromisszumok árán. Zelenszky túlságosan belelóvalta magát a nem-nem soha Rigmusba, és azért azt is látni kell, hogy az ukrán társadalom 80%-a -e egyetért, tehát itt, 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 azért komoly változásnak kell, kell, vagy kellene jönnie, hogy egy ilyen kompromisszum létrejöjjön. Tökéletesen nem értek egyet az előttem szólókkal. Egy nem Zelenszki személy a lényeg, de az előző példák, 2014 utáni példák mutatják, hogy ez egy fajta orosz taktika, Egyszerű leszalámizzák Ukrajnát, és ha születik most fajta kompromisszos megoldás, akkor majd három év múlva, négy év múlva, öt év múlva, hat év múlva Oroszország folytatja, amíg meg nem szerzi azt, amit, amit szeretné. Te a cél az, hogy ha már így alakult a helyzet, hogy csak úgy egyszerűen nem lehetett Ukrajnát visszarántani a befolyási övezetbe, vagy legalábbis semleges zónában tartani, akkor, akkor úgy meg kell gyengíteni az orosz narratíva szerint, hogy ez ne jelenthessen veszélyt a belátható ideig Oroszországra.